Viszont azóta csak a Falcó szerzett megint pontot, 5-5 zsinórban, ami most már 8. Pongó ugyanis a második tripláját szerzi. Pongó, Perl. Az alapvonal nincs nyitva, Reisinger szépen lezárt, és aztán még egyszer rápróbál Perl. Klasszis megoldás, szabálytalan. Itt Reisinger azt gondolta, hogy már megvan az alapvonal lezárása. Perl alaposan becsapta. Csak erre jön azonnal válaszként egy ugyanilyen. Perl. Perl. Visszalép, az előbb onnan bement, most is bemegy. Az igen. Pedig ott volt előtte az ember, fönt is volt a kéz. Tájbi. Tanadez. Most próbálják járatni a labdát. Hát, ha járatják a labdát, van játék. És ha van üres mozgás, labda nélküli mozgás, akkor... Ez volt az a szép háromszögelés, amiben Tájbi lépett be. Igen. Perl. Fölfelé kínálták neki az elzárást. Aztán jön a megindulás. Perl végigviszi. Két honvédjátékos is a földön, nem csak Perl. Levegőben. Itt, ahogy ütközött Perllel. Pongó. Perl, micsoda belépő alapvonal felé, és még faltolnak is. Minden esetre jöhet a plusz egy. Perl. Ő bedobja ezt is. 24 pontnál tart Perl. Egyelőre, ahogy látom, Hajdú az, aki átlépte a 10 pontot. Ő is még ugye az első fél időben tette mindezt. Közben Benke a sarokból triplázik egyet. Perl szedett még egy támadó lepattanót. Most már nagyon statikussá vált a játék. És Perlnek teljesen mindegy, még átdobja Peringer Balást is. 27 pontos Perl a negyedik tripláját dobja.